Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a minden hétköznap jelentkező Budakalász Ma hírmagazint látják. Következzenek legfontosabb híreink röviden. Strandszezon. A Leányfalu termálfürdő a higiéniai szabályoknak elegettéve várja a látogatókat a nyári szezonban is. Terepfutás. Tiric Irén versenyszerűen űzi a sportágat, egy megfontolt életmódváltásnak köszönhetően. Nyitvatartás. Augusztus 21-én nyit ki újra a Kós Károly Művelődési Ház könyvtára. Be kell tartani a szabályokat a termálfürdőkben is, a biztonságos strandolás érdekében, hívja fel a figyelmet Balog Zoltán, a Leányfalu termálfürdő ügyvezetője. A közeli strandfürdőbe sok budakalászi lakos is ellátogat, hogy a termálvíz és a számos élmény, illetve úszómedence kínálta lehetőségeket élvezhesse. Előzuhany és lábmosó használata – ezek a legfontosabbak, amit mindenkinek meg kell tennie az egészséges strandolás érdekében. A fürdők házi rendje, egyes medencékre vonatkozó szabályai közvetlenül ki vannak helyezve a medencék mellett is. Hogy pontosan mit és hogyan érdemes betartani, arról Balog Zoltánt, a Leányfalu termálfürdő igazgatóját kérdeztük. Egy közfürdő mindig kemény higiéniai feltételeknek kell, hogy megfeleljen, hiszen olyan közegészségügyi előírások mentén dolgozik, ami garantálja azt, hogy itt egy vendég akkor is biztonságban legyen, amikor mondjuk többszöröse a forgalom a mondjuk a téli forgalomnak, és ahogy előbb beszéltünk róla, ugye hál' Istennek itt a nyár, bár ugyan egy kicsit esősen köszöntött be, de azért már volt kánikulai hétvégében részünk, amikor nagyon sok vendég volt benne a strandon, ilyenkor még fontos. Én azt gondolom a vendég oldalról is a szabályoknak a betartása. Ugye, mint ahogy amikor belépnek a vendégek, látják a házi rendben, illetve mi folyamatosan bemondjuk óránként futnak le azok a szabályok, amiket legfontosabb betartani. Én azt gondolom, hogy mindenkinek saját érdek az, hogy előzuhanyt követően menjen csak be a medencébe, hiszen naptejet használunk, megizzadunk ilyen melegben. Nem jó, hogyha ezt a medencébe bevisszük, ezért is kérjük a vendégektől az zuhanyt. Fontos a papucs használata, hiszen az öltözőkben, illetve bármilyen csúszásra hajlamos területen nagyobb a baleset veszélye, ez a legfontosabb, illetve nem tudom szó nélkül hagyni, hogy most adtuk át a megújított gyermekmedencénket, és a kisgyermekek esetében még fontosabb a higiénia betartása, csak olyan gyerekek menjenek úszópelus nélkül a medencébe, akik már szobatisták, a kisebbek is természetesen jöhetnek, de csak úszópelusban, illetve kérjük a szülőket, hogy ne üljenek be a gyerekek mellé, hiszen ez nekik van kitalálva, az ő szervezetükhöz igazodva van beállítva a feltétlenül szint is a vízben, és ezért nagyon fontos, hogy ők ne üljenek a vízbe, hanem csak kísérjék a gyermekeket. Én azt gondolom, hogy ezek a legfontosabb szabályok ilyenkor. Nálunk van gyógymedence is, ami még töltőürítő rendszerben működik, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy reggel megtöltjük és este leengedjük, hanem folyamatosan megy bele pótvíz, tehát frissül, de valóban minden este le kell engedni, ki kell takarítani. Ez az a medence, amit nem klórral feltöltenítünk. Ugye Covid óta már ezeket a medencéket is kell feltöltleníteni, de egy teljesen más típusú szerrel, míg az összes többi medencénk az forgatott medence, ami azt jelenti, hogy szűrőtartályon keresztül forog át a víz, és ez kiszűri belőle a káros szennyeződéseket, és ez klór alapú feltöltlenítésen megy keresztül, tehát gyakorlatilag ugye ezt a Covid idején is mondtuk, hogy itt biztonságban lehetnek a vendégek, hiszen a klór még a Covid vírust is megöli, úgyhogy én azt gondolom, hogy itt valóban biztonságban vannak, és olyan pontból is azt gondolom, hogy egy nagyon jó hely Leányfalu, hogy több mint 2 hektáros szabad területünk van, tehát még azt mondom, hogy a tömeggel sem kell feltétlenül érintkezni. A nagy meleg sokakat csábít a hűsítő víz mellé, legyen az természetes vagy medence. A lényeg, hogy felhevült testtel semmiképpen sem szabad a vízbe ugrani, hogy a strandolás élmény maradjon. A Leányfalu termálfürdőben a hétvégén
különleges programmal készülnek a látogatóknak. Sokan nem tudják, hogy mekkora energiaáremelkedés volt a gazdálkodó szervezetek részéről, hiszen mondjuk egy magánszemélynél a 70 forintos áramárnál megállt. Ugye nálunk még szerencsés helyzet volt, viszonylag jól kötöttünk szerződést, csak 70%-kal emelkedett az áramára, ennél egyébként sokkal jelentősebben olyan fürdők esetében, akik nem voltak ilyen szerencsések, de ezzel párhuzamosan a vízkezelési anyagok, az egyéb beszállítói és a minimál bér révén a munkabérköltség is nőttek, ezért ugye kénytelenek voltunk mi is belépő jegyárat emelni, de a vendégek zöme, én úgy látom, hogy ezt elfogadja, megérti, hiszen tudja, hogy nem extra profit reményében, hanem a működés biztonsága fenntartása érdekében van. Ugye tavaly decemberben adtuk át a megújult öltözőnket, ezt is szeretik, de tanulni kell, tehát ez is egy kihívás például. És ne is beszéljünk arról, hogy bevált a népi jóslás, Medárd napján esett, egy elég esős nyár eleje van előttünk. Sajnos ugye nagyon jó idő volt, általában meleg volt, de a folyamatos záporok miatt elmaradtak a vendégek. Igazából múlt hétvége volt az első olyan hétvége, amikor olyan forgalmat produkáltunk, amit egyébként mi nyáron megszoktunk, de látom azt is egyébként, hogy az általános infláció következtében azért óvatosabbak egy kicsit a vendégeink, de nyáron jönnek, nagyon sok nagyszülő jön az unokákkal, hiszen az aktívak dolgoznak hétközben, de hétvégén egész családok itt pihennek nálunk, hiszen szükség van arra, hogy a megfáradt testet és lelket azért felüdítsük, és a víz ugye nem csak a testnek, hanem a léleknek is szól. Nagyon érdekes programmal várjuk július végén, mindig július utolsó szombatján van a strandok éjszakája, immáron 14. alkalommal hirdette meg a Magyar Fürdőszövetség, ehhez természetesen mi is csatlakoztunk. Ilyenkor a szokásos éjszakai fürdőzésen túlmenően DJ várja nem csak szombaton egyébként, hanem már pénteken is a vendégeinket. Szombaton este Zumba Éva és csapata fog itt nálunk föllépni, mindig fergeteges hangulatra lehet számítani, ahol ők fellépnek. Reményeink szerint ismét be tudják vonni a közönséget is a buliba, illetve egy henna festő, testfestő is lesz, nem csak a kisebbek, hanem én azt gondolom, hogy a nagyobbak örömére is. Úgyhogy várunk mindenkit ezen az estén, hiszen talán azt tudom mondani, hogy akkor így nagyjából a szezonnak a felén, vagy picit túl is vagyunk már a felén, hiszen már csak az augusztus lesz előttünk, és azt tudjuk, hogy az augusztus vége az már inkább az iskoláról szól, de nem akarok senkit ezzel rémizgetni, főleg nem a gyerekeket, jöjjenek, élvezzék a nyarat, hiszen Leányfalu mindig strandidó van, ugye ezt szoktam mondani. Nálunk akkor is jól tudják érezni magukat, ha esetleg beborul az ég, vagy egy kicsit esik az eső, hiszen a termálvíz révén a hőmérséklet minden medencében biztosított. Az idei évben 14. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a strandok éjszakáját, amelyre a fürdők szabadon szervezhetnek helyi programokat, valamint biztosíthatnak vendégeik számára kedvezményt is. Minden fürdő igazodhat saját már kialakult nyitvatartási rendjéhez. A közeli termálfürdőben zumba, zene és lézershow várja a strandolókat július 29-én Leányfalun a strandok éjszakáját. 136. születésnapját ünnepli idén a MÁV Hév. Ennek alkalmából a Hév hálózat augusztus 5-én szombaton a pomázi Szent István Parkban tart rendezvényt, különleges színpadi programokkal és nosztalgia járművek forgalomba helyezésével. A jelenleg használatban lévő szerelvények is jubilálnak, amelyek 50 évesek idén. A további részletek megtalálhatóak a MÁV Hév hivatalos oldalán. A láb mindig kéznél van, tartja a mondás. Hazánk egyik legsikeresebb női futója, terepfutója gyermekei születése után váltott életmódot, amelybe a rendszeres testmozgás is beletartozott. Tiric Irén rövid idő elteltével már versenyszerűen űzte ezt a sportágat, melyben jelentős sikereket ért el. Időközben Budakalászra költözött családjával a sportoló, ahol a szép környezet motiválta arra, hogy terepen is, hegyen is futni kezdjen. Tiric Irén életében több szerepet is betölt a sport. A kikapcsolódás, feltöltődés mellett óriási élményt jelent számára a hegyen edzeni és versenyezni. Nagyon hamar voltak sikerélményeim, viszont
viszont emiatt nagyon hamar akartam akkor rögtön mindent, és ebből sok sérülés is adódott, úgyhogy ezért nem ment annyira könnyen, tehát hogy sokszor kellett visszavennem, átgondolni, hogy akkor ezt talán nem kellene ilyen gyorsan. Tehát, hogy hamar jöttek a sikerélmények, de ezzel azért hamar jöttek buktatók is. Milyen edzéstervet építettél fel magadnak? Hogyan indultál neki? Nem készülök edzővel, most sem, tehát saját magamnak állítom össze, hogy mit edzek, de nem vagyok annyira szigorú, tehát hogy ez azért még most is így alakulóban van, még ennyi év után is, tehát mondjuk már azért 8 éve futok, de ez még mindig alakul. Indulok igazából 10 kilométertől 100 kilométerig sokféle távon, ami egyébként nem biztos, hogy az eredményesség szempontjából annyira jó, hogy nem egy távra fókuszálok. Ez nyilván döntés kérdése, hogy próbálom tehát hogy az élvezeti értékét, vagy az eredményességet mennyire, melyiket helyezem inkább előtérbe. Nekem azért ez fontos, hogy megmaradjon ez a szabadságom, úgyhogy én többféle távon versenyzek, de az 50 kilométeres minél nehezebb, minél szintesebb terep a kedvencem. A versenyeken a startot tartja a legnagyobb kihívásnak Tiric Irén, utána azonban a futás összes szépségét megéli. Különösen örül annak, hogy rövidebb távokon a város környékén már családja is többször csatlakozik hozzá egy-egy sporteseményen. Válogatott futóként is nagyon sok gyönyörű helyre jutottam, tehát hogy fantasztikus helyeken jártam, ahol biztos, hogy nem jártam volna, hogyha nem kezdek el futni. Ez a legnagyobb szépsége nekem ennek a sportnak. Budakalászon szoktál részt venni versenyeken, mi az, ahová mindig visszatérsz? Igen, a túlfutáson mindig ott vagyunk családostól, tehát most idén már mind a három lányom és a férjem is indult a versenyen, illetve idén már a kevélyre fel, az ugye ilyen túrafutás, tehát azon is mind az öten indultunk. Én nagyon örülök, hogy ez nekik egy ilyen természetes dolog, hogy sportolunk, tehát hogy ez nekik annyira mindennapjaik része, hogy igazából nem kérdés, hogy mi hétvégén is megyünk, kirándulunk, a szabadban vagyunk. Tehát ezt ők annyira megszokták, ezt a közeget, és ez szerintem egy nagyon jó irány egy gyereknek az életében is, hogy természetes neki kint lenni az erdőben, a hegyen. A futónő a hazai és külföldi megmérettetések közül kiemelte azokat, amelyek különösen közel állnak a szívéhez. Hát itthon talán az egyik legnagyobb presztízsű verseny, amit úgy a terepfutók mind ismernek, ez a Mátra Bérc Trail, ez egy gyönyörű pálya, a Mátra gerincén halad végig, gyakorlatilag 50 kilométeren keresztül, és hát nagyon sokáig nem volt nő, aki 6 órán belül tudta ezt teljesíteni, és én voltam az első, és most már, tehát azóta is még egyelőre én vagyok az első, nekem már azt hiszem 4-szer sikerült 6 órán belül teljesítenem, úgyhogy ez talán itthon az egyik nagy kedvenc. Olaszországban a Lavaredo Ultra Trail nevű verseny, ami a Dolomitokban megy, tehát nekem a Dolomitok az egyértelműen a szívem csücske, tehát szerintem a legszebb hegység, tehát fantasztikus hely, és ott három év után tudtam tehát hogy vannak, ott egy második helyezést tudtam elérni, egy nagyon jó terepfutó mögött értem be másodiknak, azt talán az egyik legnagyobb sikerélményemnek és az egyik legjobb futásomnak tartom, annak ellenére, hogy egyébként van Ausztriában, például Grossglocknerben is olyan verseny, ahol pályacsúcsot tudtam futni, de ennek ellenére ez a Dolomitok, ez ami nekem nagyon a szívem csücske, és az egyik olyan eredmény, amire a legszívesebben gondolok vissza. A terepfutás és a mászás között olykor keskeny a határ, de a tapasztalt versenyzők hamar különbséget tudnak tenni köztük. Én skyrunningban is versenyzek, aminél egy picit azért ilyen extrémebb, sokszor nem jelölt útvonalon halad, tehát ott már azért vannak esetleg veszélyesebb szakaszok is. Hát egy-két olyan versenyen voltam, ami ilyen határeset volt, amire már azt mondtam, hogy ez már lehet, hogy eznek már nem sok köze van a futáshoz, amit már egy picit veszélyesnek is éreztem, illetve sok többet kellett mászni mondjuk, mint futni. Tiric Irén biztos abban, hogy folytatja a versenyzést, a kérdés csupán az, hogy milyen távon álljon starthoz.
Azok a diákok, akik még nem olvasták el a kötelező olvasmányt, siessenek, mert július 31-től zárva tart a könyvtár, és legközelebb augusztus 21-én nyit ki újra. Olvasható az ajánlás a város hivatalos honlapján. A kínálatban mindenki megtalálhatja az ízlésének megfelelő olvasmányt a nyaraláshoz vagy a nyugalmas nyári estékhez. A Kós Károly Művelődési Ház és Könyvtár széles körű választékkal rendelkezik, és folyamatosan frissíti készletét a legújabb kiadású kötetekkel is. Ezekkel várják a gyermek és felnőtt olvasókat egyaránt. Augusztus 21-től a Budakalászi Könyvtár újra a rendes nyitvatartásban várja olvasóit, hétfőn 9 és 14 óra között, kedden 13 órától 18 óráig, szerda szünnap, csütörtökön ismét délután, pénteken pedig délelőtt várják az érdeklődőket. További információ a budakalász.hu-n olvasható. Végül a várható időjárásról. Csütörtökön az ország nagy részén túlnyomóan napos időre van kilátás. Egy-egy zivatar elszórtan a Dunántúlon és északon fordulhat elő. A szelet élénk erős lökések kísérhetik. A csúcshőmérséklet 24 és 35 fok között alakul. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink. Szigorú higiéniai óvintézkedések biztosítják a biztonságos strandolást a Leányfalu termálfürdőben. Tiric Irén hazánk egyik legsikeresebb terepfutója számolt be stábunknak a sportágban elért legfontosabb eredményeiről. Legközelebb augusztus 21-én nyit ki újra a Kós Károly Művelődési Ház könyvtára. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász Ma. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Budakalászt, mert hamarosan kezdődik Köztér című magazinműsorunk. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/TV Budakalászon. Megtalálhatóak vagyunk a közösségi oldalakon is. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsőként értesülhessenek a legfontosabb hírekről és videókról. Valamennyi kollégám nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!